November 14-e a Cukorbetegek Világnapja, és ehhez az eseményhez közeledve én úgy gondoltam, hogy most kivételesen nem orvosi oldalról közelítenénk ezt a témát, hanem egy érintett család két tagját hívtam meg a stúdióba. Vendégem Tótné Sági Ágnes és 13 éves kisfia Tóth Dániel. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy itt vannak. Gyereget Jó reggelt kívánok. És hát köszönöm, hogy vállalták ezt a beszélgetést, mert hogy itt a Központi Kórház Gyermekegészségügyi Központjában gondozzák ugye Danit, és én tulajdonképpen a gondozáson keresztül jutottam el önökhöz, kaptam meg az elérhetőségüket, mert azt gondoltam, hogy most beszéljenek az érintettek, akik tulajdonképpen a cukorbetegséggel élik a mindennapjaikat, és mielőtt elkezdenénk beszélgetni, Engedjék meg, hogy hagyj idézzek egy gondolatot. Kezemben van a mentakalauz, útmutató az egyes típusú diabéteszhez. Ezt a kiadvány pedig a Mentapró Budapesti Alapítvány adta ki. Kerekes Andrea ennek az alapítványnak a vezetője, aki több alkalommal nyilatkozott már itt a Csillagpont rádióban. És uh, itt a könyv elején fogalmakat, rövidítéseket tisztáznak, és az első a diab, és erről azt írják, hogy időnként így hívjuk a diabéteszt, mármint diabnak, kedvesebb és rövidebb kifejezés, mert hogy mi nem szeretjük a cukorbeteg és a cukros kifejezéseket, hiszen gyermekünk egészséges, teljeses, teljes életet él, bár mindezt diabéteszel teszi, és szerintünk a farsangi fánk cukros, nem pedig ő. Tudni kell Kerekes Andréáról, illetve a családjáról, hogy az ő 20 éves nagyfia is diabéteszel éli a mindennapjait, tehát ez, hogy Tulajdonképpen ezt a kiadványt ők megírták, megszületett, ez részben ennek is köszönhető. És hát a véleményeket szeretném kérdezni, hogy önök is így gondolkodnak erről a diagnózisról? Helytálló ez a alapítványi megfogalmazás? Úgy gondolom, hogy teljesen helytálló. Valóban a diabétesz egy állapot, amivel együtt kell, hogy éljen az, akit diagnosztizáltak. Nem egy betegség, hanem egy olyan kezelendő dolog, amit az inzulinnal tudnak kordában tartani. Ugye ez egy hiány, inzulin hiányos állapot, és az, hogyha megkapja a diabéteszes az inzulint, akkor onnantól kezdve teljesen egészséges életet tud élni. Mert hogy tulajdonképpen ez a november 14-i dátum is tulajdonképpen annak betudható, hogy Frederick Banting, akinek Charles Bestel közös gondolata volt az inzulin, ez ugye 1922-ben fedezték fel, tehát innen eredeztetjük az inzulinnak a használatát, és előzetesen azt mondták nekem, hogy Dani két éves volt, két és két fél, és amikor fél. kiderült ez a diagnózis, hogyan emlékeznek vissza erre az időre, hiszen akkor ez egy olyan jó tíz éves történet. Így van, egy tíz és fél éve diagnosztizálták, E, igazából a klasszikus tünetekkel jelentkezett, ami az orvosi nagykönyvben meg van írva. E, állandóan szomjas volt, fogyott, annak ellenére, hogy farkasítvágya volt. Tehát két és fél évesen beszélni még épp, hogy e, tudott, de állandóan toporzik volt a hűtő előtt, mindig éhes volt, illetve egy két és fél éves gyereket nyilván gyakran nem tudja az ember leültetni a kanapéra, a fizikai aktivitás után viszont elszürkült az arca, és nagyon fáradékony is volt. Mennyi idő alatt jutottak el odáig? Hogy nyilván hamar, hogy ezt orvosnak mutatni. Nagyon hamar kell. eljutottunk, igazából ő nagyon kis súlyjal született, és mindig ott lebegett a fejünk fölött, hogy lehet, hogy valami szívrendellenesség mm. is szóba kerül, és mi egy decemberi vizsgálaton vettünk részt, decemberben elmentünk egy kardiológiai vizsgálatra, és ott megállapították, hogy nincs semmi probléma, ugye ez az, az arc elszürkülés is azt feltételezte, hogy valamilyen szívrendellenesség lehet, de decemberben megállapították, hogy semmilyen problémánk nincs, és februárban diagnosztizálták a diabéteszt, tehát egy olyan Két hónap, másfél-két hónap alatt jutottunk el a diagnózisig. Ebben az időszakban Dani bölcs is volt, vagy otthon volt vele anya? Nem, bölcsödés volt. Bölcsöd is volt. És itt ez némileg is... nehezítette akkor a dolgot, hiszen nem otthon együtt voltak, nem Így volt van. meg az a napi nyolc órás kontroll akár. Gondolom jelezték a gondozónők, hogy ilyen Igen. probléma van. Ott is jelezték, illetve én annak tudtam be, hogy ö, egyik napról a másikra megnőtt a folyadékigénye, de olyan szinten, hogy négyszeresére. Gondoltam, hogy a bölcsibe nem iszik annyit napközben, nyilván nem ö, úgy adják nekik, csak az étkezésekhez, de tehát az, hogy a négyszeresére nő, az, az elég feltűnő volt. És amikor meg volt a diagnózis, akkor Dani továbbra is még bölcs is volt, illetve hát így került már át óvodába, de akkor már megfelelő információk birtokában. Így van, a bölcsödébe már nem mentünk vissza, ugye két és fél éves volt, a munkahelyem teljes vászélességgel mellettem állt, illetve a család mellett, el tudtam menni táppénzre, tehát egy fél évig én voltam otthon vele, és mivel pedagógus vagyok, ezért következő szeptemberbe tudtam visszamenni dolgozni. Jól gondolom, hogy azért ez a diagnózis sokszerűen érte a családot? Teljesen. Tehát Nyilván vettünk észre erre utaló jeleket, és a mai technikának, illetve nem is mai, mert hát tíz évvel ezelőttről beszélünk, de akkor is már az internet nagy segítségére volt az embereknek, és utána olvastam, hogy akkor ez minek lehet a tünete, és mindenhol a cukorbetegség, illetve a veselégtelenség volt ez a két probléma, amit megjelöltek, de hogy utána olvastam, hogy milyen, fel, vagy minek köszönhető, ha valaki cukorbeteg lesz, mindent ki tudtam zárni. Tehát a családban nem volt cukorbeteg, két éves koráig anya teljes volt, ugye az is egy, azt szokták mondani, hogy ha túl hamarabb hagyja az anya teljes táplálást az anyuka, akkor nagyobb az esélyre, Tehát mindent ki tudtunk zárni, azt a következtetést mondtam le, hogy biztos, hogy nem cukorbeteg a gyerek. De egy hétvégén elmentünk barátainkhoz, akiknek volt vércukormérőjük, megmértük a, a cukrát, és ez a hái, ez az extra magas uh -huh. érték, azt jelezte a készülék. Nyilván egy szülő ilyenkor még mindig hárít, és azt mondtam, hogy biztos, hogy rossz a gép, de ezeket a, a tüneteket összesítve azt mondtam, hogy nyilván a házi orvost föl kell keresni hétfőn. El is mentem, minden tünetet elmondtam neki, és kértem egy vérvételi beutalót, hogy akkor a keddi nap elvisszük vérvételre a gyereket, és azt mondta a háziorvos, hogy nem kedden, hanem akkor most indulunk uh -huh. a vérvételre. Nyilván ő is nagyobb tapasztalattal rendelkezik. Ott már valószínűleg körvonalazódott a diagnózis. Valószínű, így van, így van, ő az ő fejében már hamarabb összeállt, és akkor így is volt, hogy kedden bekerül, vagy hétfő reggel bekerültünk, és nem is engedtek minket hazán. És ott, ott ugye elindul egy folyamat, tehát megállapítódik a diagnózis, aztán, ha én jól tudom, akkor uh, nyilván az orvosi gondozás folyamata elindul, sok-sok tanácsadás jön, a diabetes edukátor, hogy zajlik ez a folyamat, illetve az imént még azt fogalmazódott meg bennem, hogy Dani hány éves volt anya, hogyan emlékszik erre, amikor először úgy tudtak vele beszélni erről érdemben. Hát igazából mindig a saját korának megfelelően, megfelelően próbáltuk ugye elmondani neki, de ő egy olyan típusú gyerek volt a diabétesz előtt is, hogy betartotta mindig a szabályokat, amit kértünk, azt ha. csinálta. Tehát ilyen szempontból nem volt soha ellenállás, hogy ő valamit nem. Tehát nem engedte volna, hogy az inzulint beadjuk, vagy nem ette volna meg azt az étet. Ugye nyilván itt egy két és fél éves gyerekkel, Kóperálni kicsit nehezebb, mint egy 6-7 évesen, bár azt szokták mondani, hogy ez még a jobbik eset, mintha egy kamaszkorban diagnosztizált cukorbetegség jelenik meg, mert ott ugye nyilván a kamaszkori. Amikor egyébként is megvan ez a lázadóhozás. Lázadóhozás pontosan. Uh -huh. Tehát, hogy ö, teljesen jól tudtunk vele kóperálni egész kiskorától kezdve. És te erre hogyan emlékszel, Danik, nem. Hát, um, kevés emlékem van. Ezzel kapcsolatban... Hát, nem is két éves korra, de aztán, ahogy úgy cseperettél, és... Hát, arra emlékszem, hogy az óvodában jól tudtuk kezelni ezt a betegséget. És aztán elkezdődött az iskola, aztán... és mondja anya, hogy... Ja, ő volt az első tanítónéni, tehát egy ilyen szerencsés együttállás volt az iskolai kezdés? Így van, így van, így alakult. Azért ez sok nagy segítség lehetett, azt gondolom. Persze, tehát az, hogy én napi szinten az iskolába is korlába tudtam tartani, illetve oda tudtam figyelni a dolgokra, ez, ez nagyon nagy segítség. Sok szülővel tartunk kapcsolatot, és nagyon sokan panaszkodnak arra, hogy az óvoda, illetve az iskola nem partner ebben. És nekünk ez, ez soha nem volt probléma. Tehát se a kollégák, illetve a jelenlegi iskolájában sincs soha ebből probléma. Pedig hát azt gondolom, hogy ez egy alapvető lenne, hiszen ha csak azt nézem, hogy inzulint kell beadni, ugye, akár napközben is, nagyon fontos a táplálkozás, a sport, a mozgás, ezeknek egy jelentős része az iskolában kell, hogy megvalósuljon. Igen, tehát így ez reggel 8-tól tartó időszak, Sokkal többet töltött a gyerek, mint, mint otthon. Ugye két és fél éves korában diagnosztizálták, és akkor bekerültünk pár hónap után egy klinikai vizsgálatba, ahol szöveti cukormonitort kellett használni. Ez egy plusz készülék, amit a gyereken kellett tartani, és annyira jól sikerült ez a kísérlet, hogy a kezelőorvosunk, dr. Sós Andre azt mondta, hogy megpróbálhatjuk az inzulinpumpát. Ugye egy éve kellett már, hogy diagnosztizált cukorbeteg legyen, hogy ezt a készüléket megkapja, vagy megkaphassa. Tehát egy három és fél éves korától ő már pumpás, mert most a harmadik pumpáját nyúzza. Ez egy kicsit szabadabb életet tud azt gondolom biztosítani, tehát nem kell, hogy pennel szúrja magát, kicsit kevésbé feltűnő, az iskolában ennek a használata, mintha penes kezelést kapna. Lehet azt mondani, de hogy egy -e kicsit belenőttélte ebbe a igen, Ezt ki lehet jelenteni. De anya azt mondja, hogy nagyon ügyes vagy, meg hogy alapvetően egy nagyon szabálykövető fegyelmezett gyerek. Ez így itt van a betegség kapcsán is. Azt gondolom, Ez hogy egy, egy nagyon. Ez a is. Így van, így van. Milyen így gyakran járnak gondozással, milyen gyakran kell, hogy jöjjenek ide a Velkei László gyermekegészségközpontba? Hát Két-három havonta szoktunk járni a gondozóba. Hogyha bármilyen probléma a két gondozási időpont között felmerül, akkor telefonon kereshetjük doktornőt is, illetve az asszisztens hölgyet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy teljesen Megkapnak minden, segítséget. minden segítséget megkapunk, bármi, bármi, felmerül. Összességében hogyan változtatta meg a család életét, hiszen itt előzetesen kiderült, hogy ugye Dani 13 éves, azt mondtuk, de van két hugod, elárult a Danikám, tehát azért gondolom, hogy egy, egy aktív családi életet élnek, és én hagyd mondjam el, hogy a mentaprós kis Kalauszból idéztem, ugye a beszélgetésünk elején, és a, ennek a szerzője, az alapítványvezetője vezetője, Kerekes Andreának magának is van egy 20 éves cukorbetegséggel élő fia, és ő elmondta, hogy bizony, amikor ők megtudták a diagnózist, akkor az első sok után azt mondták, hogy ők bizony szeretnének olyan értelemben teljes életet élni, hogy semmiről nem szeretnének lemondani, amit az csináltak. Tehát szeretnének ugyanúgy közös családi programokat, nyaralásokat, sport, minden, minden meg legyen. Ez önöknél hogyan alakult? Mikor egy ilyen diagnózissal szembesül egy család, akkor azt gondolom, hogy összedül a világ. És ez is ugyanolyan, mint egy gyász folyamat, tehát minden szintjét meg kell élni, és minden szintet föl kell dolgozni, de igen, mi is úgy voltunk vele, hogy ez nem lehet annak akadálya, hogy mi ugyanazt az életet, vagy ahhoz hasonló életet, amit előtte éltünk, élhessünk tovább és meg a is gondolni kell, azt gondolom. Van. Hát hogy... akkor ugye még csak Dani volt, Igen. tehát ö, olyat is hallottam, hogy sokan azért nem vállalnak második vagy harmadik gyermeket, mert hogy mi lesz, hogyha ő is cukorbeteg lesz. Ezt szoktam viccesen, félig viccesen mondani, hogy ezt a betegséget már ismerjük, ezt az állapotot ismerjük, akkor legyen ugyanilyen cukorbeteg a második meg a harmadik gyerek, legalább nem kell újat tanulnunk. Nyilván kicsit morbid ezt hallani, de azt gondolom, hogy ez egy olyan dolog, amivel együtt lehet élni, ha odafigyel, ha kezeli, az élettel teljesen összeegyeztethető, ettől több, ettől nagyobb bajos soha ne legyen az életében. Azt mondtuk a beszélgetés elején, hogy nagyon fontos a táplálkozás, ez mennyiben változott, illetve a sport, a mozgás, ez mennyire van jelen az életedben? Dani? Hát heti háromszor járok másfél órát edzeni. Kosárlabdás. Mondjuk el, hogy hova jársz egyébként iskolába. A Jezsuitába. És hogy éppen most volt egy iskolaváltás? Igen, igen, most került szeptemberbe a Jezsuita gimnáziumba, úgyhogy most. és hogy tetszik, még úgy tűnik, hogy jó a... helyen vagy? Nyom helyen vagyok. Tehát ez a mozgás heti három, ez azt gondolom, van, hogy nagyon-nagyon nagyon fontos. Ez a, a testnevelés óra mellett, mellett még, még. Uh -huh. heti És heti három. Mindennapos tesi van, neked is? Nem, csak heti áromtesi óránk van. Mm, ez hétfőn, kedden és csütörtökön. És plusz még akkor a kosárlabda táplálkozással mit kell tudni, hogyan kellett átalakítani, megreformálni? Hát én azt gondolom, hogy ha valaki próbál egészségesen táplálkozni, akkor az a cukorbetegség e, diétája az teljesen ugyanez. Nyilván minél több zöldséget, gyümölcsöt kell fogyasztani, és a szénhidrátokat csökkenteni, amennyire, amennyire lehet. Nekünk egy kicsit nehezítő tényező, hogy ő még cöliákiás is mellé, tehát ez a cukorbetegségnek egy társbetegsége, kísérő betegsége, és sajnos nekünk ez is ö, társult hozzá, de azt gondolom, hogy ö, a szénhidrát számolás, uh -huh. ha az betartja az ember, akkor onnantól kezdve problémája nem lesz. Nyilván ahhoz tudja, hogy mennyi inzulint kell Adnia, illetve mikor kórházba kerültünk a diagnózis kapcsán, akkor megállapítottak egy szénhidrát napi mennyiséget, amit hatszori étkezéssel elosztva, persze ahhoz képest, hogy két és fél évesen diagnosztizálták, most 13, nyilván ez a, ez a napi szénhidrát mennyiség nőtt, de teljesen jól kezelhető. Az iskolában is jól tudják. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ugyanolyan életet élsz, mint a kortársaid. Nyilván nagyon fontos, hogy iskolába is, akár a kortársaitól, pedagógusoktól megkapd azt a segítséget, amire mindenképpen szükséged van. Még arról mindenképpen beszélgessünk, hogy szerintem nagyon fontos, hogy kortársaiddal kerülj egy közösségbe, akár a nyáron, azt mondtad, hogy voltál bátor táborba. Hát itt a bátor Igen. táborról a Csillagpont jobban gyakran beszélünk. Hogy érezted magad? Jó volt igazából a tábor. Ugye ott kisebbek, nejobbak is voltak. Ehm, ugye nem csak cukorbetegek voltak. Ez most a nyáron volt? Az már elmúlt nem, nyáron? korábban három éve uh -huh. volt. És anya nem. azt mondta, hogy volt egy másik program is, ez a Törp. Program? Erről Így mit van. lehet tudni? Ez egy Győri Gondozó által szervezett edukációs képzés, ez egy hosszú hétvége. Hát, ha most összeszedem a gondolataimat, szerintem hat évvel ezelőtt voltunk. Ez hat év, vagy nyolc év alatti diagnosztizált cukorbetegek és családjuk részére szervezett program. Nyilván itt is az edukáció a legfontosabb. Ugye ennek a betegségnek, ennek az állapotnak az a lényege, hogy az orvos kezeli a cukorbetegséget, de napi szinten mi vagyunk a gyerek mellett, illetve ezt a tudást át kell, hogy adjuk neki, mert ahogy fölnő, ezt saját magának kell majd, hogy kezelje. Anyához szól elsődlegesen a kérdés fontosnak tartja az ilyen jellegű világnapokat, mint a cukorbetegség világnap és november 14-én, amikor egy kicsit erre fókuszál a figyelem? Igen, azt gondolom, hogy Addig, míg az ember nem érintett, addig szinte nem is tud erről semmit. Onnantól viszont, hogy, hogy megtapasztalja, vagy képbe kerül ezzel, azt gondolom, hogy mindenkinek, vagy nagyon sok mindenkinek rá kell, hogy világítsa figyelmét erre. Meg azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a lelki tényező is. Ugye a sorok között azért hallható volt, beszéltünk erről is, hogy esetleg nem csak szaksegítséget kapjanak maga biztosan, tehát orvosra, edukátorra gondolok, hanem például olyan társ családokra, akik sorstársak, tehát ha valami gondjuk van, akkor, akkor egy telefon is meg tudják egymást keresni. Ez működik? Van ilyen a gyakorlatban? Igen, működik. A közösségi média is nagyon jó platform erre, és azt gondolom, hogy amit az egyik szülő már tapasztal, azt a tapasztalatot, ha át tudja adni egy másik családnak, az nagyon sokat számít. Tehát ö, sok mindent úgy tudunk megélni, hogy a, a napi szinten hogy működik, és hogyha ezeket tapasztaljuk, és átadjuk másnak, akkor lehet, hogy egy kicsit, vagy időt, vagy energiát spórolunk neki. Tulajdonképpen nincsenek egyedül, lehet azt így mondani. Van, így a van. gondokkal, a bajokkal, és akkor mindig van segítség, van kihez fordulni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzánk. November 14-e a cukorbetegek világnapja, és ebből az apropóból most én egy érintett család két tagjával, édesanyjával, tótnisági Ágdessel és kisfiával Dánielle beszélgetettem. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Köszönjük.